érdekes legelején a malacot, amikor kihúzzuk az ólból, akkor egyszerűen a férfiak mindenféle módszerrel megölik a malacot. És amikor megölik a malacot, akkor a vérét fel kell fogni. És amikor felfogják a vérét, akkor azt beviszik az asszonyoknak, ők közben már megpirítják a hagymát, megsütik úgymond a vért, és akkor ebből készül a reggeli, ami után aztán következhetnek a további munkálatok. Szóval ez vér, ugyebár ezt akkor csapoltuk, amikor szúrtuk le a disznót, és utána gondolom megvan valahogy pirítva hagymával. Nagyon jó. Pörzsöljük, és akkor amikor megvan pörzsölve a malac, leég ugyanúgy a szőre, szépen olyan finom, és akkor megtisztítjuk a malacot kefével, vízzel, szépen, hogy tiszta legyen, finom legyen a bőre, hogy jó szalonna lehessen belőle. Fiúk, itt kell borotválkozni, hab nélkül. Előtte jó, meg kell pirítani. De igen. A jó szomszéd! Válasszuk el a szalonnát, a húst a szalonna résztől. Karályt, kivesszük a combokat, kivesszük a lapockat, kicsontoljuk, végül megesszük. Ebből készül most majd a tepertő. De először muszáj a puhás zsírt összevágni, mert a puhás zsírt az később lesz beletölteni, hogy külön kell ezt válogatni a puhát, a kemény összekockázott zsírtól. És most fogjuk aztán készíteni a dolgokat. Keverjük a zsírt, a vastag zsírt, majd aztán jön hozzá a végnyebb, az a puha zsír, ha majd levet enged. Ebben a munkában azért, hogy egy csinálja, többiek meg nézik. A szívem csücske, de az, hogy a barátaimmal töltetem, és ezt a disznóvágást úgy éljük át, mint egy közös, nem csak egy közös munka, hanem egy közös élmény, és barátokkal együtt végezzük, ez szerintem egy nagyon jó kikapcsolódás is.